A természetes vizeknek a különböző iontartalma nagyon fontos tényező. Szükséges ezek ionok mennyiségének ismerete az élőlények életműködéseinek szempontjából. Az iontartalmat laboratóriumi körülmények között egy egyszerű mérőműszerrel, fotométerrel mérhetjük meg. A fotométernek a működési elve azon alapszik, hogy a vízmintán átbocsátott fénysugár attól függően, hogy a vízben milyen ionok vannak, illetve a különböző anyagoknak milyen a szerkezete, felépítése, különböző mértékben nyeli el a fénysugarakat. Függ ez természetesen a koncentrációtól, egy moláris együtthatótól, illetve az áthaladó fény pályahosszától. Ennek megfelelően a fotométert használjuk arra, hogy megállapítsuk az abszorbanciából, hogy mennyi a vizsgált víznek a különböző iontartalma, mikrogram, illetve milligram per literben. Kiválasztjuk most, hogy a vastartalmát vizsgáljuk meg ennek a tóvizének. Ehhez először nullázni kell a készüléket, ezért a tóvízből ebbe a küvettába a jelig öntöm a vizsgálandó vizet. És akkor a kísérlet további részében a leírtak szerint 25 millilitert öntök a mérőhengerbe, ebbe teszem bele a reagenst, lefedem, és 30 másodpercig rázással keverjük össze. És akkor ebből a vízmintából teszek a küvettába. És akkor nézzük, hogy mennyi ennek a mintának a vastartalma. Ez 104 mikrogram per liter. Nehézfémionok a közlekedés során kipufogó gázokból, azon kívül vezetékeknek a csőrendszeréből, vagy akár növényvédőszerekből is belekerülhetnek a vízbe. Meghatározott mennyiségben szükségesek ezek az élőlények számára, nagyobb mennyiségben viszont a sejtre mérgezőek.